Az Európai Parlament is ilyen, hamarabb van majd az ítélet, mint hogy egyébként meghallgatnák a feleket. Így kommentálta a miniszterelnök, hogy Varga Judit igazságügyi miniszter nem szólalhatott fel helyette az Európai Parlamentben a magyar jogállamiságról szóló vitán. Orbán Viktor szerint Brüsszel csak akadályozza a járvány ellen az egyik legjobban védekező Magyarországot. Veszélyben vannak a Magyarországnak szánt uniós források, ezt állítja Újhely István, aki a kifizetést feltételévé tenné, hogy az uniós tagállamok csatlakozzanak az Európai Ügyészséghez. A Momentum EP képviselője híradónknak azt mondta, a magyar kormány komoly visszaéléseket követel a felhatalmazási törvényleple alatt. Nagyon sokat dolgozunk azért, hogy sikerüljön megmenteni az európai pénzeket a magyar választópolgárok, a magyar cégek, a magyar települések számára. Ehhez az kell, hogy Orbán Viktor és oligarchái ne pályáztassanak európai pénzekre, hogyha ezeknek az elszámolását nem tudják garantálni, ha jogállami kritériumok nincsenek meg. Újhely Istvánnal folytatjuk. Varga Judit igazságügyi miniszter itt az egyenes beszédben mondta ezt a múlt héten, hogy az Európai Parlament a probléma része maga, és ne akarjon döntéseket hozni, vagy javaslatokat tenni a különböző tagországi kérdésekkel kapcsolatban. A probléma része? Jó reggelt kívánok! Nem, azt tudjuk, hogy a kormányzatnak minden probléma és minden testület, minden szakértő ellenség, aki nemet mer mondani, vagy ellent mondani a kormányzat tevékenysége kapcsán, vagy lerántja a leplet a hazugságaikról. A Magyar Orvosi Kamara is hirtelen ellenségé vált akkor, amikor jelezték, hogy nem úgy megy ám a magyar egészségügyben minden, ahogy ezt a kormány állítja. Varga Judit egyébként 10 évet dolgozott az Európai Parlamentben szakértőként, pontosan tudta, és tisztában volt azzal, hogy ki szólalhat fel a vitán, és ki nem, azért volt ez a múlt. De azt is elmondta, hogy vannak kivételek. Ugye arról beszélünk, hogy ő szeretett volna felszólalni ezen a vitán, de nem adta meg neki lehetőséget az Európai Parlament elnöke. Ugyanakkor ő maga is azt mondta, hogy van erre precedens. Tehát nem egy nappal később, talán vagy a vita után egy nappal egy horvát államtitkár például utazott, nem. És felszólalt, aki államtitkár, nem is miniszteri szint. Tehát megvan az eljárási rend a parlamentben. A soros elnök Horvátország, és a soros elnök kormányzata képviseli az összes többi, tehát a 27 tagállam kormányát. Arra soha nem volt, és nincs is precedens, hogy egyébként csak úgy bejelentkezzen egy kormány minisztere, hogy én is szólni akarok. Állam és kormányfők szólhatnak, de ezt pontosan tudja a miniszter asszony. De akkor ez a horvát államtitkár, ő felszólalt, vagy nem? Hát ő a tanács képviseletében ott ül, tehát ő képviseli a 27 kormányzatot. Na, látjuk, hogy működik a kommunikációs trükk, bedobnak-e egy hazugságot, mindenki ezen csámcsok, ahelyett, hogy arról beszélne, hogy egyébként miért is kellett ez a napirendi pont, és hogy mi a helyzet valójában a magyar kormány tevékenysége és az európai. Jó, mindjárt erre visszatérünk, csak még egy ilyen körülményt beszéljünk meg. Ugye azt állítja az igazságügyminiszter, hogy ő jelentkezett be, tehát hogy a magyar álláspontot nem is akarták meghallgatni, és arról, hogy a miniszterelnököt egyébként várják erre a megbeszélésre, arról egy sajtótájékoztatóból értesültek. Ha ez így van, az normális ügymenet? Tessék megkérdezni a főváros vezetőjét, vagy mondjuk Szeged polgármesterét, hogy mikor hívta meg bármikor őket a Magyar Országgyűlés egy olyan vitára, ahol egyébként az róluk, velük kapcsolatos jogszabályok. Na de attól még, hogyha a magyar kormány nem hívja meg az ellenfeleit egy vitára, attól még nem elvárható, hogy az Európai Parlament hasonlóan tegyen. Nem így működik. Tehát ott ül 10x fideszes európai parlamenti képviselő. De ők nem a magyar kormány részei. De itt egy jogállamisági vizsgálat kapcsán a kormányfő és az államfő, valamelyikük bármikor ott lehet, amikor egy ilyen vita van, ahogy ott volt Orbán Viktor az elmúlt években többször is a plenáris ülésen, amikor meg akarta védeni a mundírjának a becsületét, de most nem mert, nem akart ott lenni. Itt ez az vagy a járványhelyzet miatt nem tudott ott lenni. Persze, hát ezért ez is benne van, hogy egy kormányfőnek dolga van a járvánnyal. Belgrádban másnap teljesen feleslegesen ott tudott lenni. Azért nem ment el Orbán Viktor, és azért játszották el ezt a játékot, hogy miniszter asszony mehet, nem mehet, mert egyébként nem tudja megvédeni azon a fronton már a 27 tagállam a szövetségeseink között a saját néppárti frakciója előtt sem azt, amit tesz. Ha jelentkeznénk az Európai Unióba, nem vennének fel minket az Európai Unió tagjai sorába. Ez tény. Ezért zajlik ellenünk a 7. cikkelés eljárás, ezért van akkora nemzetközi balhé minden egyes Orbáni lépés
mellett és mögött, mert mindenki azt követeli most már, hogy valamilyen módon szankcionálja, és ez itt a lényeg, én ettől tartok, hogy valamilyen módon szankcionálja az európai intézményrendszer Orbán. Na jó, de azért, amikor az Európai Bizottság alelnöke, Vera Jourová például egyik pillanatban azt nyilatkozza, és persze megint ez lehet csak interpretáció, de az egyik pillanatban azt nyilatkozza, hogy igazából nincsen törvény, vagy nem tudják, hogy, vagy nem lehet meghatározni, hogy mi a probléma a koronavírus elleni intézkedéssel kapcsolatban hozott törvényel, nevezzük úgy, hogy Lex Covid, mert így egyszerűbb, tehát hogy nincsen vele probléma. Tehát a bizottság nem hoz olyan határozatot, hogy probléma lenne ezzel a törvényel, nem sért uniós jogot. Akkor mi alapján lehet bármilyen szankciót elvárni? Azt mondta a bizottság, hogy ez alapján, a törvény alapján nem indítanak kötelezettségszegési eljárást, de végig vizsgálni kell, hogy mit tesz a törvénnyel a kormányzat. Nagyon egyszerűen, képletesen mondom, attól, hogy nekem a kezemben van egy kés, attól ellenem még nem indulhat eljárás. De azt a kést kérdés, hogy mire használom, a családi ebéd húsának felvágására, vagy valakinek a életének a veszélyeztetésére. Így van ez a joggal is. Jogászemberként pontosan tudom. Tehát önmagában a felhatalmazási törvény egyébként nem jogellenes az Európai Unióban, de miután egy hosszú 10 éves cselekménysor részéként kell vizsgálni, emiatt van ellenünk ez a bizonyos 7-es cikkelyes eljárás. Innentől kezdve mindenki azt figyeli, hogy Orbán mit tesz ezzel. Most például visszaadja a felhatalmazást. Na, ennek ahhoz van köze, és ezért érdekes, izgalmas a kérdés, hogy megkapta azokat az üzeneteket. Diplomáciai forrásokból is sok helyről hallottuk, tudjuk, hogy a bizottság elnök azt mondja, maga is elmondta most a múlt heti plenáris ülésen, hogy a következő 7 év költségvetése kapcsán életbe fogják léptetni az úgynevezett jogállami mechanizmust a pénzek kifizetése kapcsán. Ami azt jelenti, hogy jogállami kritériumokhoz kötik a pénzek kifizetését. Így van. Tavaly januárban elfogadtunk egy jogszabályjavaslatot a parlamentben. Ebből akkor lesz jogszabály, hogyha egyébként a tanács is elfogadja, de a fele már megvan. Ez a jogszabály, ez arról szól, hogy a következő 7 évnél, és ugye mindenki tisztában van azzal, a nézők is, hogy Magyarországon a stadionokon kívül, mert az adóforintokból készült stadionokra nem ad pénzt az EU, de szinte minden más, amit itthon, hogyha körbenézünk, minden mást az Európai Unió finanszíroz. 25 milliárd euró volt az elmúlt 7 évben. Na most a következő 7 év összes költségvetési támogatását, fejlesztési támogatását, és az úgynevezett európai újjáépítési pénzeket, ami egy újabb 1000 milliárd eurós nagyságrend 7 évre. Igen. Európában. Ezt ahhoz kötik majd, hogy egy-egy ország mit használhat fel belőle, hogy egyébként a jogállamiság próbáját kiállják el. Hát ez kell, hogy ne állja ki a jogállamiság. Tehát, hogy ehhez kell egy jogállamisági próba, ami hiteles. Így van, mintegy 6 pontban foglalt össze ez a jogszabályi javaslat, hogy mik azok a pontok, amelyeknek a megsértése esetén fennáll a pénzek kifizetésének. És ez mely ponton érinti Magyarországot? A 6-ból én most tennap, hogy összeszámoltam, 4, de inkább 5 automatikusan Magyarország kormányát kizárna a pénzosztásból. Például az Európai Uniós források felett a nyomozóhatóság működésének megbízhatóság, magyarán, hogy Polt Péterben meg lehet-e bízni, hogy egyébként azt is úgy nyomozzák végig, ahogy kell. Például, hogy egyébként a kormány az Európai Unió szerződésnek megfelelően osztja-e ki ezeket a forrásokat, vagy pedig oligarcha rendszerekben folyik el a pénz. Csomó ilyen pont. Ezek nem olyan elvont jogállamisági kérdések, hogy milyen a szólásszabadsága, vagy a sajtó állapota. Nem, ezekkel nem foglalkozik. Nem, én csak azért vagyok szkeptikus, vagy azért gondolom, hogy persze ez így ellenzéki szempontból egy nagyon jó érv, de önmagában nem marasztalták el a magyar kormány. Dehogy nem, a 7-es cikkelyes eljárás azért indult el. Így van. De nem marasztalták el? De ez a jogszabályi mechanizmus elindul, már pedig nagy valószínűség elfog, akkor feláll egy olyan testület, ezt most nagyon bonyolult itt elmondanom, de az a lényeg, hogy Orbán Viktortól független testület, és nem politikai pártok alkotják ezt a, nem politikusok ezt a testületet, hanem alkotmányjogászok és európai különböző szakértők, amelyek minden évben megvizsgálják egy-egy kormányzatnak ezekben az adott kérdésekben. És pontozzák, Igen, és hogyha úgy állapítják meg, hogy egy adott kormány nem megbízható az Európai Unió források feletti gazdálkodásban, akkor felfüggesztik
fejleszthetik, bejegelhetik ezeket a forrásokat. Ami ki jön, nem javítja a pontszámait? Igen, itt jön egy nagyon-nagyon fontos kérdés, mert ebben dolgoztam én tavaly, és ez fontos leszögezni. Ugyanis én attól tartok, hogy elveszítjük ezeket a pénzeket, ezért próbáltam egy olyan pontot betenni ebbe a tavalyi jogszabályjavaslatba. Egyébként, ha nem jönnek majd ezek a pénzek, majd jegelik mondjuk, mert valamilyen pontban Magyarországot érintettnek találják, az egyébként miért jó nekünk? Magyarországnak nem jó, és ezért követelem azt, hogy olyan megoldás legyen, amely a magyar társadalmat nem sújtja, Orbán Viktor kezéből csavarja ki a döntés lehetőségét. Betettük, és benne van hála az ének a jogszabályban, sokat kellett rajta dolgozni, hogy a magyar kormány, amikor szerződés könt önnel, mint egy kis és középvállalkozóval, aki fejleszteni a pékségét, hogyha befagyasztja a pénzeket, akkor nem jön ez a pénz a kormányon akkor a magyar keresztül. Kormánynak kötelessége kifizetni a költségvetésből, a magyar költségvetésből az önpénzét, hogy fejleszthessen, hogy munkát adhasson másoknak. Aha. És addig nem kapja meg a magyar kormány és a magyar költségvetés az Európai Uniótól ezt a forrást, amíg nem állítja helyre a jogállamiságot. Ez egy óriási fegyvertény, mert így nem lehet az önkormányzatokat zsarolni. Beletettük, hogy az önkormányzatok, a civil szektor és a gazdasági szektor hozzá kell, hogy jusson ezekhez a pénzekhez. Ez egy jó csavar a történetben, és van még egy csavar, újságíróként ezt nem fogja értékelni. Eddig mindig az volt a probléma, hogy a kormányzat az egyhangú döntéshozatallal zsarolt az Európai Tanácsban, hogy Orbán és a lengyel barátja bármikor bármit megakadályozott, most megfordul a történet. A bizottság azt mondja, hogy mostantól befagyasztjuk a forrásokat, Orbán nem juthat hozzá, és ahhoz kellene egy minősített többséget összegyűjtsön a tanácsban Orbán, hogy ezt opponálja. Világos. Magyarán nem fogja tudni ezt opponálni, de le kell szögezzem. Nekünk most az a dolgunk, hogy olyan megoldás szülessen, hogy Magyarország ne sérüljön, de Orbán ne költhesse a saját kis lopakot. Hát egy közvetlenebb. Diktatúrájára. Igen. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Nyilván ez még a következő időszak egy nagy téma. Ez egyáltalán sikerül ezt bevezetni, vagy hogyan. Innen fogjuk majd folytatni, Újhely István volt a vendégem.